Három lány elrabolja a férfit, fogva tartja és megerőszakolja. It's also about how the human being can be manipulative. Az ember egy casting helyzetben mindig kiszolgáltatott. This előadás will be as long aktuális, as long as there will be abusing situations. Sziasztok, én Mayer Dani vagyok a Stereoak csapatából. Ez itt a Stereo videoblogjának harmadik része, ahol a Védett Férfiak Kertje című előadásunk szereplőivel fogok beszélgetni. Kérlek, foglaljátok össze röviden, hogy miről is szól ez az előadás. The performance is about three actresses who are planning to do show, and they are looking for a guy who would play the male role, and they organize a casting. Igen, szexista történeteket gyűjtenek, és az egyik sztorit meg akarják csinálni kicsit kibontva. Az egyik ilyen sztorit, amit kibontunk, ez a elrabolás, hogy három lány elrabolja a férfit, fogva tartja és megerőszakolja. It's also about differences in power. Very much, not only about what is férfias, what is nőis, and how we are abused and how we are not, but also how the human being can be manipulative, can use own power, can abuse other human being. Ti ugye mind a saját neveteken szerepeltek ebben az előadásban, mondhatni magatokat játsszátok. Eléggé sok személyes emlék, fotó, történet is előjön ebben az előadásban. Ezzel milyen volt így dolgozni, vagy ez milyen volt számotokra? Nem tudom, nagyon intim, meg nagyon, nagyon érdekes volt, amikor válogattuk, akkor én gondolkoztam például ezen, hogy de hogy akkor így egy ilyen Jurányi nézőközönség, vagy közönséggel, akkor most itt mit fogok megosztani, és akkor egy kicsit én is szűrtem. Annak a casting helyzetnek, ami például az előadásban is van, annak én, mint Száz Dániel vettem magam alá. Ugye én teljesen valós dolgokat mondok magamról, és miután improvizációkból épült ez a jelenet, úgy is próbáltuk, azt mondja, hogy mindig kimentem a teremből, a Martinék meg a lányok összedugták a fejüket, hogy milyen kérdések, szituációk legyenek, és aztán bedobtak engem a mély vízbe, és én kaptam az ívet. Ugye az előadás ugye azzal kezdődik, hogy egy ilyen kiállítást láthatnak a nézők, ahol ilyen védett férfiakat hallgathatnak meg, és az ő történeteiket, akik egyébként amatőr színészek, akik egy felhívásra jelentkeztek. És milyen volt számotokra az, vagy milyen számotokra az, hogy utánuk, ezután az első ilyen jelenet sor után kell nektek a színpadra lépni és átvenni a terepet tőlük? Kicsit olyan, mintha egy külön felvonás lenne. Egy más stílus is egyébként egy picit. Tehát ez a vitrin között mászkálós jelenet, ez aztán után, ami utána következik, az már sokkal inkább ugye a hagyományos színház. Tehát van egy ilyen valóban egy ilyen performance jellege, egy nagyon ilyen érdekes, izgalmas kísérlet, hogy női történeteket adnak elő ilyen mini díszletben. Annyira begörcsölt a gyomrom, hogy apukámnak be kellett vinnie az ügyeletre. Csak a hasüregemet vizsgálta meg nyomkodással, de felszólított, hogy a boxeremet is vegyem le. Megtettem, és nem is csodálkoztam a dolgom. Végül odalent semmit nem vizsgált meg. Utólag jöttem rá, hogy az egész csak arra volt jó, hogy megnézzen ott. Ráadásul mindezt úgy, hogy az apám is a vizsgálóban volt, és csak egy függöny választott el minket egymástól. Mindig előadásban, utána a kiállítás részét után mi kérdeztünk sok kérdések a nézők a kiállításról, és ez nagyon erős, és they really react for those stories, and they recall own stories, and they see this similarity and this fluency in between what they heard and what they meet in everyday life. És ugye ezek a férfiak később is megjelennek a második felvonásban, mondjuk, a védett férfiak kara. Ők szerintetek mit adnak az előadáshoz? Hát mondjuk az első megjelenésük az konkrétan irgalmatlanul vicces. Tehát itt vagyunk hán, és egyszerűen így beterítik így a színpadot, és az egy ilyen sokkoló látvány szerintem. Szerintem ez a legfontosabb
velek, hogy a sztorit, amit which they talk, which they quote, the igazi story, which were sent by women to us. És Dani, neked milyen volt egy ilyen elesett, kiszolgáltatott karaktert játszani? Az ember egy casting helyzetben mindig kiszolgáltatott. Pont ezért jó ez a szituáció, hogy így váltakozik ez a kiszolgáltatottság. Tehát, hogy ilyen szépen így hullámzik, hogy valahol igen, valahol nagyon, valahol teljesen kihúzzák a lábam alól a talajt, valahol meg ők esnek szét. És akkor elvesztődik hirtelen ez a domináns szerepük, ami van, és akkor ez így billeg, és ez így tök, ez nagyon érdekes. Én azt nagyon bírom. Amikor bemutatta a Stereoact ezt a darabot, akkor éppen még nagyon zajlott Magyarországon is a Me Too diskurzus. Szerintetek annak fényében, hogy láthatóan egy kicsit már ez lecsengett itthon, mennyire aktuális még ez az előadás? Tud-e még aktuális lenni ez az előadás? This előadás will be as long aktuális, as long there is any not equality in world and in our circumstances and in work at working place and in theater as long as there will be abusing situations this performance will be actual is. Számotokra milyen hatással volt ez a próba folyamat, ez az előadás? Mit változtatott meg, mit adott, mit vett el? Elég sokat voltunk együtt. Elkerülhetetlen, hogy ne legyenek konfliktusok. Pláne egy ilyen témában, amikor szerintem mindannyian egy csomószor más gondoltunk, nem értettünk egyet, és vitázni kellett. Nekem nagyon sokat segített abban, hogy például a konfliktusokat merjem vállalni. Amit nagyon challenging nekem volt, hogy csináltunk egész magyarul, és csak praktikus nekem, hogy először olyan beszélgetek előadásban magyarul. Szerintetek milyennek az előadásnak az üzenete le a férfiakkal? Ezzel játszottunk, hogy nőként akkor tudunk-e egy női központú világot létrehozni, de hát mi is megbuktunk. És erről szól ez az egész kísérlet, hogy a hatalom az egy ilyen, ez a tulajdonsága, hogy akinek a kezében van, az még többet és még többet akar, és egyszer csak lebukik. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést. Ez volt a Stereoact videoblogjának harmadik része, a Védett Férfiak kertjéről, amit január 14-én tudtok legközelebb megnézni a Jurányi Házban. Én Majer Dani voltam, köszönöm a figyelmet, kövessetek minket, hello!